Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ez egy véleményvideó lesz, méghozzá abban a témakörben, hogy mikor nem jó neked az Arch Linux. Itt kettő hangsúlyos dolog van, hogy vélemény, az az én véleményem. Ezzel lehet egyetérteni, illetve természetesen lehet nem egyetérteni, illetve a másik, hogy neked. Azaz én elgondolkodtam azon, hogy látom fórumokon itt-ott, hogy sokan Arch-ot használnak, de nem nekik való. És azokat az okokat, elgondolásokat, illetve ellenvéleményeket szedtem össze, hogy miért nem kéne valakinek Arch Linux-ot használni. Az internet tele van azzal, hogy miért érdemes Arch Linux-ot, vagy akármilyet használni, és mindenki a sajátját dicséri. Én meg szeretnék óvni mindenkit attól, hogy bizony a későbbiekben ne csalódjon. Azaz minimum annyiból áll egy telepítés, hogy letöltöd az ISO-t, felírod a pendrive-ra, DVD-re, akármire, feltelepíted, kipróbálod. Ezzel elmegy egy csomó időd. Nyilvánvalóan, hogyha már feltelepítetted, egy picit még játszol vele, próbálgatod, tesztelgeted, nézelődsz az interneten, hogy hát bizony miért nem megy neked úgy, miért nem érted el azt a célt, amit el szerettél volna érni, és elmegy vele egy csomó idő, és csalódni fogsz. Ennél rosszabb nincs. A Linux nem csak arról szól, hogy van egy operációs rendszer, és azt használjuk, mert kötelező, mert valamit kell, hanem arról is szól, legalábbis véleményem szerint, hogy Linux alatt érezzük már jól magunkat. Nagy a választék, válasszuk ki azt, ami pontosan neked való, a te igényeidnek való, és nem másnak, nem egy elképzelt, az ideális Linux felkiáltású dolognak megfelelő. Természetesen vannak technikai okok is. Vannak technikai okok is, ami miatt nem neked való esetleg egy Linux disztribúció, jelen esetben az Arch. Mert nincs Archra meg az a program, ami neked kell. Bár nagyon-nagyon sok program megvan, akár a saját tárolókban, akár az Aurban, akár az adott programkészítő elkészítette az Arch csomagtelepítéshez az adott eszközt, de van, ami nincs meg. És hogyha esetleg te olyan speciális programot használsz, ami hát jó lenne, ha működne nálad, és hát szükséged is van rá, mert esetleg azzal keresed a betevőfalatodat, és nincs meg, akkor nyilvánvalóan az Arch Linux nem neked való. A másik gondolat az, hogy a Linux sok-sok-sok disztribúcióban áll. Minden disztribúciónak van egy elképzelése, hogy hogyan kellene őt telepíteni, milyen segédeszközöket ad telepítése és hardware felismerése. Bizony előfordulhat, hogy bár minden támogatott hardware beüzemelhető Arch alatt, csak nem biztos, hogy ezen a legkönnyebb, azaz előfordulhat, és ennek utána kell nézni, hogy a te olyan speciális videókártyádat, tapipadodat, esetleg rajztábládat, vagy akármi szözt, amit te használsz, azt az Arch milyen szinten támogatja, mennyire könnyű beüzemelni. Esetleg az is előfordulhat, én nagyon szeretem az Archot, tudjátok, de az is előfordulhat, hogy esetleg a Linux mint, a SUSE vagy a Fedora jobban támogatja annak az eszköznek a beállítását, hiszen azért tudjuk, hogy vannak olyan laptopok, amiben két grafikus kártya van, vannak olyan nyomtatók, vannak olyan videókártyák, vannak olyan eszközök, amik Linux alatt kevésbé támogatottak, és előfordulhat a Linux mint, Ubuntu, akármi más, nem az Arch, az bizony esetlegesen jobban fogja őket támogatni, lényegesen könnyebb lesz a beállítás. És én úgy gondolom, hogy ha valakinek ez probléma, hogy az Arch alatt nem tud valamit beállítani, killódik, napokon keresztül googlizik, kérdez, és mégse jó, akkor térjen át már egy másik disztribúcióra, mert annak nincs értelme, hogy belefektetett, hát manapság azért nem 5 forint egy eszköz, és azt szeretnénk maximálisan kihasználni, ha másik disztribúció jobban működik alatta, jobban támogatja, akkor természetesen nem neki való technikai okok miatt az Arch Linux. A következő dolog, az bizony nem sok embert fog érinteni, az architektúra. Az Arch Linux az x86-64-et támogatja, azaz az elterjedt PC-ket, az újfajta PC-ket 386-osakat, nem?
bizony ezeket támogatja. Azaz, hogyha nem ilyen PC-d van, akkor nyilvánvalóan nem neked való az Arch Linux. Előfordulhat, hogy ilyen-olyan lelkes közösségek ide-oda portolták az Arch-ot, de arról én igazából beszélni nem tudok, mert pontosan nulla a tapasztalatom, hogy nem a szabvány PC, x86-64 bit alatt bizony azon dolgozok, azon kívül én hát mással nemigen találkoztam. Lényeg, erre figyeljetek, ott van a leírásba, természetesen, de azért gyakorlatilag jobb, hogyha kiemelem. Tehát, hogyha 386-os régebbi architektúrád van, ezt már nem fogod tudni rárakosgatni. Nagyon sok disztribúció dobta a 386-ot, tehát tegyük hozzá, hogy ez nem az Arch-nak a, hát hogy is mondjam, persze csak az új dolgokat támogatjuk felkiáltású rossz elgondolása, hanem igazából azok a gépek kifutnak, meg hát természetesen más architektúrát nem támogat. Ha neked olyan céljaid vannak, például speciális videóvágás, vagy olyan kernel, ami nem elérhető az Arch-at, rengeteg elérhető, meg saját magad is fordíthatod, de azért audio, meg videóvágáshoz és egyebekhez előfordulhat, hogy olyan speciális hardware, illetve szoftver elvárásaid vannak, amiket az Arch Linux alapból nem támogat. Tehát olyan speciális igényeid vannak, jobb lenne, hogy mit tegyél? Olvas és kérdezz, ez a legfontosabb, azaz, hogyha neked olyan igényeid vannak, olyan hardvered van, olyan gondolataid vannak, vagy esetleg más disztribúcióval ilyen téren negatív tapasztalatod van, akkor előtte légy szíves fórumokon kérdezni, támogatja-e a Linux? Az Arch Linux ezt az eszközt, és milyen könnyű, vagy milyen nehézkes beállítani? Olvas utána, ott a Google, beütött, hogy Arch Linux, és a kérdés, és biztos vagyok benne, hogy ilyen-olyan elgondolásokat meg fogsz kapni. Először olvassunk, kérdezzünk, és utána vásároljunk meg valamit, vagy telepítsük az Arch Linuxot, hogy ne csalódjunk. Nem azért linuxozunk, hogy csalódásokat szeretnénk átélni, hanem ez egy életérzés, hogy itt bizony mindent meg lehet csinálni, csak nem biztos, hogy ezen a disztribúción, vagy ezzel az eszközzel. Vannak olyan tévhitek, téves okok az Arch Linux mellett, amik szerintem hülyeségek, bolondságok, és ezen okok miatt soha ne telepítsd az Arch Linuxot. Azért telepítsd az Arch Linuxot, mert neked megfelel, és ne azért telepítsd, mert vannak rossz elképzelések. Az egyik, és szerintem a világon a legrosszabb dolog, legrosszabb elképzelés az, hogy azért csinálunk valamit, jelen esetben telepítjük az Arch Linuxot, mert X, Y, Z is ezt használja. Én azt vettem észre, angol nyelvű YouTube csatornán a srác átállt a rendszerre, utána mindenki, aki azt a csatornát nézte, na jó, nagy része, rögtön azt a disztribúciót, azt a felületet, azt az ablakkezelőt kezdte el használni. Hát ez hülyeség. Mert valaki azt használja, egy véleményvezér, most ez pozitív értelemben, de értetitek negatív véleményvezérként is ezt a szót, az azt mondja, hogy hú, most föltettem az Arch Linuxot, akkor a birkák ne kövessék. Akkor kövess, ha meggyőződtél róla, hogy bizony te most használod a Linux mintet, legyen ő a példa, mert őt is nagyon kedvelem, használod a Linux mintet, és meg vagy vele elégedve, akkor nehogy már átállj Arch Linuxra, mert XYZ azt mondta, hogy az jó. Hát ez bolondság, ez hülyeség. Próbálkozni, kísérletezni érdemes, de ne azért álljunk át valamire, mert XY véleményvezér azt mondta, hogy ez jó. Oké, ezt azt hiszem túl is ragoztam. Ez jobb, mint a többi? Nem. Ez ugyanolyan, mint a többi. Bárki bármit mond. Sok véleményt olvasni, hogy ez a legjobb. Nyilvánvalóan. Aki ezt használja, szereti, azért használja, megfelel neki, azért használja, és ha megfelel, meg vagyok győződve, hogy ez jó, akkor én dicsérem, nyilvánvalóan, de nem jobb. Nehogy azt hitt, hogy valahol azt mondják, hogy ez a legjobb, ez van a legközelebb az alapokhoz, ez az igazi Linux, és akkor már hát te nem igazi Linuxot, meg nem a legjobbat, meg a legmenőbbet használod. Nyilvánvalóan nem így kell gondolkodni, azért ne állj át Linuxra,
azért ne állj át Arch Linuxra, vagy akármi másra, mert valakik valahol azt mondták, hogy ez a legjobb. Nyilván egy Debian fórumon meggyőződnek az emberek, hogy a Debian a legjobb, mert azt használják, és igazuk van, nekik az a legjobb. Egy Arch fórumon természetesen dicsérhetjük a másik disztribúciót, mondhatjuk, hogy a Linux mint milyen jó, de azért mi Arch-ot használunk, ez áll a szívünkhöz közelebb, és bizony elfogult mindenki. Ilyen téren nincs objektív vélemény, véleményem szerint. Azaz, ez nem jobb, nem rosszabb, hanem olyan, mint az Arch, ha neked megfelel, használt, ha nem felel meg, nem tetszik, nem érzed át, hogy ez mennyire jó, akkor ne használd, használj más, ugyanolyan jó lesz bármelyik. Bármelyik normális disztribúció pontosan ugyanolyan jó lesz, ha az neked megfelel. Profiknak készült. Sok ilyen megjegyzést hallottam, olvastam. Ez is hülyeség, az előző gondolatnak a variációja. Régebben az volt fórumon az idézőjeles profi, aki bizony, hát bizony Debiant használt, mert az a profiknak való. Hát ilyen nincs. Alapvető tévedés, mert ez nem egy speciális, professzionális felhasználásra készült eszköz, hanem általános célú disztribúció. Nem csak profiknak való, nem leszel professzionális felhasználó attól, na ez a lényeg, hogy bizony te föltolsz egy Arch Linuxot, és akkor te profi leszel. Nem, ez egy általánosan használható. Na hát a másik, amitől falra megyek, hogy menő dolog. Menő Arch-ot használni. Régebben, évekkel ezelőtt menő volt Debian-t főrakosgatni, és sokat killódtak az emberek azzal, hogy Debian, hát tudjátok, a stabil verzió régebbi cuccokat tartalmaz, ezért stabil, mert amit több éven keresztül tesztelnek, az hold biztos, hogy stabil lesz. Na, lényeg az, hogy az volt a menő dolog. Attól volt valaki a fórumon valaki, egy menő ember, mert bizony ő Debiant használt. Aztán úgy jól lenézték azt, aki esetleg elmondta, hogy ő bizony Fedorát, Susit, vagy akármi egyebet használ. Á, nem, csak a Debian az igazi. Most már időnként előhangzik az, hogy hát bizony az Arch csak az, az a menő, mert az tudja mindent, és az a legprofibbnak, és aki azt tudja használni, az nagyon menő. A fenét. Ugyanolyan rendszer, ugyanolyan emberek használják, semmi menőség nincs abba, hogy Arch-ot használsz, vagy Debiant, vagy akármi mást, a kedvenc rendszered kivételével, hiszen az a menő, amit te használsz, mert az neked megfelel, és ez a lényeg. És elő szokott fordulni, ahogy emlegetem, hogy jól lenézik az embert, mert ő esetleg Linux mintet használ, mert az könnyű fölrakni, meg kezdőknek való, meg különben is nem. Az a lényeg, azt használd, ami neked megfelel, és ne azt, amit sokan menőnek tartanak, és úgy gondolják, hogy hát csak az a menő, és csak a profiknak, és az a legjobb, és XY is ezt használja. Értjük? Azt hiszem, értettétek. Ami nagyon fontos, csak valós okok miatt érdemes váltani. Ezt valóban gondoljátok át. Ha ti használtok egy rendszert, és azt leváltjátok, az munka és energia. Figyelj rá, ne azért váltsál, előbb négy okot elmondtam, már bizony az menő. Oké, szerintem ez logikus. Azért kell váltani, mert neked a másik, az új, jelen esetben az Arch jobban megfelel. Ha magadra ismersz a következő kis beszédbe, felsorolásba, akkor nem neked való az Arch. Tehát alapvetően vannak olyan tulajdonságok, vannak olyan dolgok, ami kizárja azt, hogy neked az Arch jó legyen. Használhatod. Nem azt jelenti, hogy nem fogod tudni használni, csak azt jelenti, ami számomra nagyon fontos, hogy élvezzem is. Örüljek neki, és ne úgy üljek le a gép elé karban tartani, mint akinek az orrát verik, és morogjak, hogy hát de bizony ezen milyen nehéz, milyen vacak, meg egyéb. Nem. Élvezzük is. Ilyenkor használj más disztribúciót. Én nem eltanácsolni szeretnélek az Arch-tól, csak attól szeretnélek megóvni, hogy beleüljél 1-2-3-4 hetet, napot, hónapot, és utána átkullogj egy másik disztribúcióra, ami neked jobban megfelel, pedig ezek után már sejtheted, hogy mi az, ami elgondolásom szerint 101% kizárja az Arch Linux
neked valóságát. Na hát ez a magyar talán lett, de úgy is értitek. Ha nem szeretsz a rendszereddel foglalkozni, azaz az Arch Linux beállítása komoly feladat, bár kedv nélkül is elvégezhető, természetesen sok beállítást kell megtenni, kedv nélkül is, élvezeti szint nélkül is elvégezheted a beállítást, hiszen ha az a munkád, hogy beállíts egy számítógépet, és azon Arch Linux van, és te herótot kapsz a beállításaitól, akkor el kellett végezni. De legtöbbünk nem így van, magunk válasszuk ki a rendszerünket, és ha te nem szeretsz a rendszerre babrálni, beállogatni, ha úgy állsz neki, na megint ezzel kell vacakolni, akkor válasz mást. Ha nem szereted azt, hogy terminálozni kell, ha nem szeretsz terminálozni, és ez nagyon sarkalatos pont, akkor ne Arch-ot használj, használj mást. Megint azt tudom mondani, ha te a Linux mintet választod, vagy sok egyéb olyan disztribúciót, ami kifejezetten grafikus felület köré épült, és kifejezetten azt a célt tűzték ki saját maguk elé, hogy ők egy olyan rendszert állítsanak össze, ahol mindent, és még azon túl is grafikusan lehet beállítani, akkor természetesen az jobban neked való, ha neked herótod van a terminálozástól, mint az Arch Linux. Sok feladatot terminálban érdemes elvégezni, ha ez zavaró és killódásnak érzed, akkor ez nem a te rendszered. Oké? Ezt vegyük komolyan. Aki nem szeret terminálba dolgozni, más rendszert válaszol. Ez nagyon sarkalatos pont. Konfigurációs állományokat szerkeztünk. Ha te nem tudsz, nem szeretsz, nem élvezed azt, hogy egy szöveges konfigurációs fájba beleturkálsz, beleírsz, és nem valahol X-elsz, csúszkát mozgatsz, vagy egyéb grafikus teendőket végzel el, és így tudod csak beállítani a programjaidat, akkor bizony szintén nem neked való az Arch Linux. Itt sok mindent grafikusan be tudsz állítani, de nagyon-nagyon sok minden van, amit kényelmesebb, persze, aki szereti ezt csinálni, a konfigurációs fájlok piszkálgatása szerkezgetésével elérni. Oké? Itt nagyon sokszor rá fogsz kényszerülni. Mondok egy példát. Az utóbbi időben, egy hete nagyjából, volt egy rendszerváltás, mármint a telepítő csomagkezelő rendszer verziót váltott. Ezzel, ennek örömére, a grafikus, ami az Aurba van, és a Manjaro-ról került át, bizony grafikus program megdöglött. Pánik volt, mindenki pánikolt, hogy most mi az ősz van, nem megy a grafikus telepítő frissítő rendszerünk. Probléma? Nem. Nem. Az Arch-sal foglalkozó Reddit csatornán többen mondták, tesó, Aurból van, az feltéve, az Arch-nál bizony az Aur nem támogatott, ott a felhasználónak kell valamit csinálni. Old meg, és csináld meg terminálba. Lehet frissíteni terminálba, lehet telepíteni terminálba. Oké? Tehát sok mindent meg lehet csinálni grafikusan is, de annak az alapja mindig valami terminálos munka, és hogyha te ezt nem szereted, vagy nem szereted azt, hogy egy konfigurációs fájlba nem alád tolták a megfelelő új beállítás, hanem neked kellett oda menni a konfigurációs fájlhoz, és azt a hashtaget, dupla keresztet kivenni a konfigurációs sor elől, hogy bizony a többszörös multi letöltős rendszer működjön, párhuzamos letöltési rendszer, akkor nem neked való. Az Arch-on nem fogják alátolni a kész dolgokat, az ilyen beállítást grafikusan nem is tudom megcsinálni, mert ez tudtommal nincs is program. Azaz gyakorlatilag itt a terminál és a konfigurációs fájlok szerkesztése hozzátartozik az alap elvárt, legalábbis illendően ismert dolgokhoz. Erre nagyon figyeljetek, sarkalatos pont. Ha azt gondolod, hogy a telepítésnek automatikusan le kell futni, azaz bedugod a pendrive-ot, DVD-t, és két kérdés.
milyen nyelv és hol laksz, felkiáltású kérdés után fel kell mászni a telepítőnek, és egy kész rendszert fogsz kapni, amin minden be van állítva, akkor nem a te rendszered az Arch. Itt, bár vannak nagyon jó, például a magyar Arch-os telepítőlemez, ISO-file, inkább így mondom, hiszen már nem írjuk lemezre, hanem természetesen pendrive-ról futtatjuk. Na hát vannak kényelmi dolgok, de azért ő se tolja alád a kész beállított és szuperül összerakott cuccokat, és úgy utána semmi-semmi dolgod nem lesz. Ha ilyet vársz, hogy meglegyen, akkor nem a te rendszered az Arch Linux. Még akkor se, hogy például a Manjaro, ami egy nagyon jó, vagy az Arch Linux, ami egy jó, mondjuk rá, hogy jó rendszer, nagyon-nagyon kényelmessé teszi a telepítést, és nagyon-nagyon sok mindent fel fog neked pakolni. Az alap Arch rendszerek nem ilyenek. Ott az a filozófia, hogy felkerül valami kevéske, és arra te fogsz építeni. Azaz, hogyha te neked ez az elképzelésed, ugye a dobozból, ahogy szokták mondani, minden be lesz konfigurálva, és minden szuper, és semmihez hozzá nem kell nyúlnod, akkor nem a te rendszered az Arch Linux. Ha az az elképzelésed, mert eddig ezt szoktad meg, jogos elképzelés, csak nem az Archhoz való, az az elképzelésed, hogy grafikusan mindent meg lehet csinálni. Aki idegenkedik a terminálos munkától, a konfigurációs fájlok manuális szerkesztésétől, neki biztosan nem való az Arch. Erre figyelj! Ha az az elképzelésed, hogy felteszel egy akármilyen rendszert, ablakkezelőt, asztalkezelőt, akármit, és utána neked terminálhoz hozzá nem kell nyúlni, ha ez az elképzelésed, akkor felejtsd el az Arch Linuxot, mert 101%, hogy pár napon, pár héten belül bizony számodra a terminál elő fog kerülni, és lesz olyan feladat, amit grafikusan nem tudsz megoldani. Ha azt gondolod, hogy a fórumokon majd neked mindent megoldanak, mert te igazából nem is akarsz tanulni, nem is érdekel, majd felmész a fórumokra, és van kérdezöl, azt mindenki neked fog ugrálni, ezt felejtsd el. Bár az Arch fórumok nagyon jók. Én több fórumon fent vagyok, olvasok felkiáltással, tanulok felkiáltással, jókat szoktak írogatni, és nagyon jók az Arch fórumok, nagyon tisztelettudóak ott az emberek, legalábbis a legtöbben. Na, nyilvánvalóan az Arch témába kérdezel, akkor segítenek is, de hamar rádunnak, és láttam már ilyet, ha alapvető, egyszerű Google kereséssel megoldható, tehát beütöd a kérdést, aztán a Google 60 megoldást ad, és mindegyik jó felkiáltású problémával, kérdéssel cseszegeted őket, akkor hamar rádunnak. Hamar nem fognak válaszolni, vagy elküldenek melegebb éghajlatra, hogy légy szíves már próbálkozni más rendszerrel, mert az, hogy ilyen alap az Arch Wikibe a Google-a megtalálható eszközt, feladatot, telendőt, megoldást nem tudsz összekaparni, akkor nem neked való az Arch Linux. És ez nem elitista hozzáállás, hanem az, hogy aki ezt használja, legyen szíves megtanulni legalább egy alapszintű Linux ismeretet, egy alapszintű feladatmegoldást, és utána álljon neki egy komolyabb, mondjuk az Arch Linuxot használni. Ez nem kifejezetten kezdőbarát rendszer, de ezt le is írták. Nagyon jó rendszer, sokat épít arra, hogy vannak hozzá jó leírások, és azokat tessen már valakinek elolvasni, ha problémája van. Egyértelmű. Talán az egyik legjobb leírása operációs rendszerként az Arch Linuxnak van. Összeszedett, érthető, na, helyenként egy kicsit homályos is tud lenni, de nagyon-nagyon sok kérdést megválaszol. Ha nem akarsz tanulni, olvasni, keresni, előzőnek folytatása, akkor nem a te rendszered az Arch. Itt még hosszabb idő után, 1-2-3-4 hónap, év után is lesz olyan, aminek utána kell nézni. Miért? Mert nyilvánvalóan senki nem úgy születik, hogy ő bizony a Linuxot, az Arch Linuxot tudja, ismeri,
Mindig belefutunk olyan kérdésbe, olyan beállításba, olyan elképzelésbe, amit hát bizony meg kell nézni. És nem rögtön futni a fórumra, hogy Szent Isten, és segítsél, old meg helyettem, nem. Ha nem akarsz tanulni, olvasni, keresni, fejlődni, akkor nem a te rendszered az Arch Linux. Használhatod, mert senki nem tiltja meg, de killódás lesz, mert nem fogod élvezni azt, hogy egy problémát, egy elképzelés, ne csak probléma, hiba, téren gondolkodj, hanem gondolkodj azon is, hogy esetleg szeretnél valami programot, vagy egy scriptet, vagy egy megoldást az adott feladat céljából összedobni, vagy esetleg keresni, vagy megismerni, és nem élvezed annak a felkutatását, megismerését, tanulását, akkor nem neked való az Arch Linux. Sok egyéb Linux rendszer sem, természetesen, mert Debianra is ugyanez igaz. Nyilvánvalóan minden rendszerre igaz, de az Archra kifejezetten, hiszen itt nem fogják alád rakni a megoldásokat, mármint úgy értem, hogy telepítés után mindent fölraknak, aztán akármit kitalálsz, az meg lesz oldva. Nem, itt nem így működik. Ez idő. Ha nem akarsz, vagy nem tudsz időt rááldozni, felejtsd el az Arch Linuxot. Kivéve akkor, ha profi vagy, nyilván akkor engem meg nem hallgatsz, hiszen tudod, hogy miért nem jó, vagy miért jó neked az Arch Linux. Minden idő. Az ismeret megszerzése és a beállítás, a kipróbálás sok időt veszel. Nyilván, ha én egy Arch Linuxot vagy Linuxot felrakok, akkor elvárom, hogy az úgy működjön, ahogy nekem tetszik. És ezt be kell állítani. Ennek utána kell járni, el kell olvasni a leírást, véghez vinni. Akkor kapsz egy eredményt. Az biztos, hogy nem lesz pontosan olyan. Akkor megint elolvasod a leírást, megint egy picit faragsz a rendszereden, és ez idő, sok-sok idő. Ha a dobozból, azaz telepítés után egy kész rendszert vársz, akkor természetesen nem a te rendszered az Arch Linux. Itt senki nem tolja alád, a neked megfelelően, te elképzelésednek megfelelően beállított rendszert. Komolyan el kell mélyedni a témába. Nagyon-nagyon elterjedt a Linux. Egy picit úgy is tűnik, mintha az lenne a igazi számítógépes, aki Linuxot használ, és elég sok ember nekiugrik felületes ismeretek mellett bizony annak, hogy ő Linuxozni fog. Itt nem elegendő. Arch Linux alatt nem elegendő a felületes ismeret. Az, hogy te felraksz egy kezdő barátabb, legyen példa a Linux Mint, egy kezdőbarátabb, majdnem olyan kényelmesen használható rendszert, mint a Windows, és utána ide-oda kattogtatsz, az egy dolog. De amikor már komolyabban el akarsz mélyedni abba, hogy itt mi, miért és hogyan működik, azért az megint azt kell mondanom, hogy az az igazi Linuxos út, hogy bizony, hát megnézzük, hogy miért és mi és hogyan működik. Itt nem arról van szó, hogy kapsz egy olyan választ, hogy pipáld be a harmadik kis négyzetet, aztán jó lesz. Itt azért tudni kell. A rendszer, azaz a Linux, az Linux rendszer, operációs rendszer. Itt sok minden összefügg mindennel. Azaz lehet, hogy itt vakarsz rajta valamit, és harmadik programban lesz problémád. Előfordul, ha nem tudod, hogy az a beállítás, alapkonfigurációs beállításról beszélek, az milyen hatással van a rendszerre, akkor lehet, hogy a másik esetben megkellemetlen lesz annál a programnál, mert nem tudtad. Itt minden összefügg, és a hiányos ismeret gondokat okoz, mint hogyha aknákat hagynál magad mögött, és amikor visszafele mész, akkor természetesen egy-kettőre rátapicskolsz, és kellemetlen ilyenkor a hibákat keresni, és még kellemetlenebb az, hogy bizony rájössz, hogy te voltál a hüle, és nem a disztribútor. És itt komolyan el kell mélyedni a témában. Annélkül nem jutsz sokra. Ez valóban igaz, mert a Linux összetett az Arch Linux, meg igazából ki is mondják, hogy bizony olyanoknak való, akit ez a téma érdekel, és nem egy kezdőbarát, nem egy felületes rendszer, nem egy olyan rendszer, hogy a dobozból telepítés után mindent
mindenhol neked beállít valaki más. Itt alulról építkező, egymásra építkező tudást elváró gondolatsor lesz, amiben te egy kicsit előbbre fogsz jutni. Na hát, azt hiszem, mindenkit meggyőztem arról, hogy tanulni, tanulni, tanulni. Mikor nem jó neked az Arch Linux? Természetesen ebből lehetne 20 darab diaképet is csinálni, totál fölösleges. Már az előzőeknél sejtitek, hogy mire akarok kitérni. Tudni, tudni, tanulni, szeretni a rendszert, ennek nincs mása. Lehetne ezt ragozni, lehetne különböző módon megközelíteni, de összeszedtem egy-két gondolatot, ami szerintem fontos. Ha nincs minimális Linux ismereted, akkor nem neked való az Arch Linux. Miért? Mert már maga a telepítés, maga a rendszer, nem a programok, a rendszer beállítása ismeretet kíván. Ezt meg lehet úgy csinálni, hogy kinyomtatsz egy hosszú leírás, hogy ezt meg ezt kell csinálni, de inkább előtte tanulj, és utána állj neki Arch Linuxozni, mert minimális ismeret nélkül iszonyat kilódás lesz az egész. Láttam embereket kapkodni, idejüket eltolni azzal, hogy ők teljesen nulláról akartak indulni, és úgy telepíteni egy árcsot, mert az a menő, meg XY azt használ, és áttért rá az adott Discord csatorna tulajdonosa, csinált róla egy-két videót, és mindenki árcsot akart használni. Na hát, úgyis megbeszéltük, hogy ez nem járhat út. Ha nem tudod, mi van a gépedben, na hát ez egy alapvető hiba. Az, hogy nem tudod, hogy milyen az indítórendszered, EFI, UEFI, boot rendszer, egyéb, a BIOS-ba mit, hol kell megtalálni, meg milyen a videókártyád, meg milyen lemezeid vannak, akkor nem neked való a Linux. Meg az Arch Linux, meg főleg nem, mert nyilvánvalóan az lesz az első kérdése telepítésnél, tesókám, hát neked milyen billentyűzeted van, és azt be kéne állítani. Na jó, segítenek. Magyar, aztán be tudod állítani. És utána a videókártya. Nagy gubanc, ha a videókártyádat nem tudod milyen. Már milyen gyártmány. Utána meg jönnek a különböző kérdések, hogy hát annak éppen milyen az alaptípusa, hogyha éppen nem olyan a kép, amilyet te elvársz, rángatózik, töredezettsége van, meg egyéb ilyen érdekesség van, akkor megkérdezik fórumon, és a kártyád típusa milyen, mert az megint másik driver kell. Na hát, hogyha nem tudod, nem neked való az Arch Linux, hidd el nekem. Hát mondjuk azért illene a gépet ismerni, még Windowsosoknak is természetesen. Ha nincs minimális terminálos gyakorlatod, minimális, megint azt mondom, hogy minimális terminális gyakorlat nélkül neki ne állj. Mert a legtöbb dolgot úgy fogod megkapni, hogy gépeld be a terminálba. És hogyha nem tudod a terminált megnyitni, vagy nem tudod a terminált letörölni, tehát hogyha meg a teleszemetelted, akkor az problémás. Van elég sok videó, nem csak az enyém, másé is, aki a terminálos alapokat elmondja. Ha ennélkül nekiugrasz árcsozni, az 101% hogy kudarc lesz. Mert mindig azt mondják, nem azt mondják, hogy itt meg ott grafikus, hanem üsd be! És ilyen meg ilyen kapcsolókkal. Hogyha ez nincs gyakorlatod, hogy parancs, kapcsolók, egyéb dolgokat hogyan kell szépen használhatóan beírni, és össze-vissza ütögetett szerencsétlen billentyűt, szoktam én is ilyet csinálni, ezt azt nem veszed észre, hogy ott két kötőjel van, két mínuszjel van, akkor előfordulhat, hogy nem azt kapod, amit szeretnél, és terminálban ez nagy gubancot tud okozni, hiszen egy-egy kapcsoló elütése egész mást fog jelenteni, és a parancs az enter után le fog futni, főleg, hogyha előtte van a sudo. És ha azt se tudod, hogy mi az, hogy su, vagy sudo, vagy milyen jogok vannak, nem kéne árcsozni, mert nagy gubancokat tudsz vele csinálni. Ha nem ismered az alapparancsokat, én azt mondom, hogy bár minden Linuxon illendő az alapterminálós parancsokat ismerni, tehát például a CD-t, LS-t, meg egyéb ilyen parancsokat, akkor ne állj neki árcsozni. Először próbáld ki egy másik rendszeren az, hogy mi az, hogy CD, hogyan navigálsz a file rendszerbe, hogyan hozol létre egy darab
szöveges fájt, konfigurációs fájt, mert nyilván előfordulhat, hogy nincs kész konfigurációs fájt, azt neked létre kell hozni, nem bonyolult, egyszerű, és azt hogyan szerkesztett, például a szerkesztő program, amit használsz, az hogyan menti le az adott fájt, akkor hát maradjunk annyiba, hogyha erre nincsen az alapparancsokra, alapteendőkre gyakorlatod, akkor lehet, hogy 2 órán át killodsz azzal, hogy egy egyszerű feladatot elláss. Oké? Tehát erre figyeljél. Meg kell ismerni az alapokat. Ha nem látod át az Arch, az Aur és a Distributor által adott programok közti különbséget, olvass utána, hogy mi az Arch tároló, mi az Aur tároló. Emberek által összerakosgatott, Arch-tól teljesen független elképzelésű tároló. És más az, amit a te disztribútorod alától, grafikus felületű telepítő programocskánál került elő, hogy sokan rácsodálkoztak fórumon, Redditen. Itt-ott az, hogy hát azt mondták az árcsos fórumon, hogy tesókám, ez nekünk aztán baromian nincs közünk, nem így, hasonló stílusban, nincs közünk, hiszen ez az Aurban van. Hát az nem árcs? Nem. Van az árcs hivatalos tárolója, azért az Arch disztribúció felel, ott bizony minden megvan, és az, ami abba bent van, az nagyon-nagyon nagy valószínűséggel működik. Az Aur, hát emberkék által összeállított különböző programok gyűjteménye, amiért az Arch disztribúció kifejezetten nem vállal felelősséget, el is határolják magukat. És hogyha azt nem érted meg, hogy egy Arch Linuxos fórumon miért utasítanak el, miért irányítanak el, hogyha egy Manjaro-val vagy egyéb nem Natur Arch-sal kapcsolatos kérdésed van, akkor természetesen még azért ennek utána kell nézni. Az Arch alap, azaz Arch alap tárolóra vonatkozik. Ők ezért felelnek, hogy ki mit rak fel az Aurba, közösségi tárolóba, az már nem az ő dolguk, az a te dolgod, ha onnan telepítesz. És ez nem csak ilyen duma, hogy ja, persze nem vállalok felelősséget érte, hanem komolyan is kell venni, hiszen az Aurt, hát nem azt mondom, hogy senki, de úgy igazából nincs olyan nagy kontroll, mint a saját tárolókba, azért bizony előfordulhatott ott, hogy bizony neked kell valamit csinálni, gondold át. Hiába mondják, hogy nagyon sok program van az Arch alá, egy része olyan, amit neked kell eldönteni, hogy telepíted-e, természetesen, és azoknak a hibáiért, vagy azoknak a beállítási problémáiért nem az Arch fórumon kell keresgélni, hanem magadnak kell megoldani. És ez egy olyan kis, hát hogy is mondjam, mindenki bele fog egy idő után futni, hogy az Aurban lévő cuccok, azok bizony esetleg faragnivalót tartalmaznak, beállítási, ütközési gondokat tartalmaznak. Ami nagyon fontos, ha nem mersz egy konfigurációs fájlhoz hozzányúlni, akkor hogy biztos, hogy az Arch Linux nem neked való, többi se, de esetleg egy Linux mint mindig ő a példa, mert ő nagyon-nagyon jó, és grafikus, és kezdőbarát, és professzionálisan összerakott Linux rendszer, bizony, ott kevésbé fog előfordulni, hogy te egy konfigurációs fájlba bele kell ezt piszkálni, de Arch alatt 101%, hogy az első egy hétbe azzal telik el az időt, ha be akarod állítani, testre szabni, hogy itt-ott bele kell nyúlni egy-egy konfigurációs fájlba, bele kell írogatni. Ha ettől tartasz, akkor természetesen nem neked való, mert annak nincs nagy teteje, hogy gyomorideged legyen azért, mert elrontod a rendszeredet, nem tudod elrontani, ha lemented a konfigurációs fájt, és hát bizony van egy tartalék másolatod, de hát ez egy másik mese. Oké, ha valami nem működik, és te pánikba esöl, emberek pánikba esnek, ha valami nem megy. Hát ha pánikba esöl, és leskelődsz ki a fejedből, akkor nem neked való a Linux, nem neked való az Arch, mert itt elvárják azt, hogy hát old meg magadnak. Természetesen nézz utána és oldd meg. Nem pánikolni kell, megoldani.
ha ilyennél, hogy esetleg egy frissítés után egy-egy program nem működik, akkor természetesen, hát meg kell oldani, és ez neked pánikrohamot ad, vagy hát rossz érzést, akkor nem neked való az ács. Itt előfordul. Sokszor előfordul az, hogy egy picit itt-ott bele kell nyúlni, hogy olyan legyen, ahogy neked tetszik. Komoly, komoly és rendszert megszakító probléma nálam még nem volt. Tehát olyan, hogy leállt volna az Arch Linux működése, olyan nem volt. 7-8 olyan problémám volt az elmúlt másfél évben, amiben nekem kellett valamit hát megcsinálni. Például az Aur Helperek nem működtek. Hát mi volt a probléma? Újra kellett rakni, újra a GitHub oldalról le kellett szenni, és újra kellett fordítani. Fél perc. Fél perc. De volt, aki pánikba esett, Szent Isten nem megy. Nem megy, megoldjuk. Legalábbis az Arch-os, legalábbis a Linuxos elgondolás szerint te vagy a rendszergazda. Meg kell oldani. Oké? Okay? Tehát ha pánikolsz, vagy nem mersz hozzányúlni, akkor nem neked való. Ha hiba esetén azt mondod, hogy szar a program, akkor nem neked való az Arch Linux. Nincs olyan, legalábbis én ritkán találkozok olyannal, ami alapvetően rossz program. Rossz programmal olyanokkal találkoztam, ami jó régi, nem néztem meg, hogy mikor frissítették utoljára, aztán nem működött. Miért nem működött? Mert az összes könyvtár, amit ő használna, az már réges-rég másképp működnek a dolgok. Szóval ilyennél elő szokott fordulni, hogy valóban nem jó a program. Hogyha a programot hibáztatod, és nem a megoldást keresed, akkor nem neked való az Arch Linux. Itt elő szokott fordulni az, hogy valami nem megy. Miért nem megy? Hát már nem odafigyeltem. Mert rosszul állítottam be, vagy nem figyeltem a függőségekre, egyebekre. Oké? Okay? Tehát nem a programot kell szidni. Ha programot akarom szidni, akkor felrakok Windows-t, aztán ott nyugodtan lehet szidni, és még fórumokon én le vagyok a király, aki jól tudja szidni a programokat. Linux alatt bizony a megoldást kell keresni, mert szeretném használni. Ha hiba esetén, ha előfordul valami hiba, nem úgy működik, nem azt csinálja, nem úgy csinálja, nem úgy néz ki, ahogy neked tetszik, akkor nem az első gondolatod az, hogy a Google varázsos szuper erejét használod, és nem arra gondolsz, hogy terminálba hogyan oldod meg, akkor bizony nem neked való. Ha csak elkezdesz kattogtatni, vagy szitkozodni, akkor természetesen nem neked való az Arch Linux. Itt meg kell keresni. Neked kell megkeresni. Felnőtt rendszergazda vagy. Neked kell döntést hozni. Neked kell a problémát megoldani. Ha nem vagy erre képes, vagy nem alapértelmezettségbe ezt indítod el, hogy keresem és megoldom, akkor nem neked való az Arch, mert helyetted senki nem fogja megoldani. Más Linuxon sem, de itt kifejezetten nem. Ha nem ismered a könyvtárszerkezetet, na hát ezt előre kellettem volna venni, ha nem ismered a könyvtárszerkezetet, a jogosultságokat, és az, hogy SDA 1 nem mond neked semmit, tehát nem ismered az alapokat, akkor ne tegyél fel semmilyen Linuxot, első gondolat, de Arch-ot semmiképp nem. Itt bizony, ha terminálos munkát végzel, nyilván egyértelműen a könyvtárszerkezetbe kell navigálnod, a jogosultságokkal kell variálni, mihez van jogod, hogyan tudsz egy fájt jogosultságban megváltoztatni, hogyan tudod védetté tenni, immunissá tenni, vagy hogyha egy lemez csatolsz, formázol egyéb, és nem tudod, hogy az milyen SDA 1, SDC 1 vagy SDC a neve, és véletlenül rosszat üzve, akkor a rendszerednek annyit eltünteted az adatokat, legyilkolod a rendszeredet. Azaz, ha nincs minimális alapismereted, ilyen téren nem neked való az Arch Linux. A másik, ami nagyon mutatja, hogy nem vagy Arch érett, azaz nem neked való az Arch, ha olyan hiba üzeneteket írsz le egy fórumba, hogy valamit kiírt a gép, valamit kiírt, nem indult el az XY program, ilyen hiba kereséseket csinálsz, akkor nem neked való az Arch Linux. Itt mindenki tudja, mármint aki az Arch-ot használja, hogy ilyen nincs. Nem ír ki valamit a gép, hanem konkrét szöveget ír ki. Ha képtelen vagy, vagy nincs gyakorlatod abba, hogy te azt a hiba üzenetet minimálisan
értelmezd, nem is kell értelmezni, leírd, és a fórumon betett, hogy mi a hiba üzenet, vagy arra rákeres a Google-ba, akkor nem neked való. Biztos, hogy nem neked való, mert akkor a legkisebb pitiáner fél perc alatt megoldanadó problémádat sem fogod tudni megoldani, mert nem az lesz az első, hogy valami grafikus program nem indul el, megpróbálom terminálba elindítani, ott meg valamit ki szokott írni. Ha ebben nincs rutinod, akkor nem neked való az árcs, csak kínlódás lesz, mert az, hogy nem indul el valami, az előfordul. A hibákat, a hibajeleket a terminálba ki fogja írni. A hibajel nem annyi, hogy valamit kiírt, hanem egy értelmes szöveget szokott kírni. Legtöbbször. Van, amikor nem. Na hát az is egy másik mese témája lenne, hogy bizony azokat hogyan lehet megoldani, de hát lényeg az, hogy ha ilyen gondolataid van, hogy nem indult el a program, és ez probléma, és ez a probléma, és nem az, hogy az XYZ program nem indult, és ezt írta ki nekem, ha ilyen hibajeleket nem tudsz küldeni a fórumra, vagy Redditre, vagy akárhova, akkor nem neked való az Arch Linux, mert hamar elzavarnak. Hogy bocs tesó, jó lenne, ha beírnád a hibát pontosan, mert így aztán honnan tudjuk azt, hogy abbizony mi a szösz csinált ez a szerencsétlen program, főleg akkor még azt se tudod, milyen a géped, vagy milyen rendszered van, vagy egyéb ilyen gondolat. Oké, tehát kell egy kis alap. Ha soha nem olvastál el egy darab manuált, mant, vagy soha nem ütötted be azt, hogy parancs, akármilyen parancs, kötőjel H, vagy kötőjel help, a terminálba eszedbe ne jusson ezt a szerencsétlen árcsot kínozni. Itt napi szinten az a feladatod, hogyha valamit csinálsz terminálba, és nem konkrétan tudod, mit kell csinálni, hogy elolvasd a manuált, a leírást magyarul, vagy elolvasod a helpet, a segítséget, amit kilistáz, a kapcsolókról. Ha nem ismered ezeket a rendszereket, nem alapértelmezed, hogyha valamit nem tudsz, akkor a helpet lehívod, a manuált lehívod, vagy a Google-ba keresel, akkor nem fogsz tudni előbbre jutni. Anélkül, hogy a helpet, manuált, tehát az ismereteket meg nem ismernéd, magadévá nem tennéd, nem az lenne az első, nem fogsz előbbre jutni. Miért? Mert arra vagy képes maximum, hogy egy konkrét parancssort bemásolj a terminálba, és az nem biztos, hogy jó. Úgy nem jutsz előbbre, úgy csak egy másológép leszel, aki bemásolja azt, amit más mond. Senki nem tudja majd neked a segítséget megadni, ha minimálisan nem tudsz alapkérdéseket feltenni. Mondják, hogy ez gépelt be, és nem megy, és nem az az első, hogy megnézed a helpet, hogy mi a probléma, akkor nem fognak tudni neked segíteni. Azaz, ezek az ismeretmegszerzési eszközök alapból a véreddel kell válni, mert ennélkül senki nem fog neked tudni egy ásba segíteni, hogy te is tudjál, és ami le van írva, azt nem szívesen ismételgeti senki. Ha nincs elkönyvjelzőzve az Arch Wiki, tehát az Arch Linux leírása, a segítség, ami egy szuper, félig magyar is van, meg van magyar is, meg hát vannak angol is, de hogyha ez nincs neked elkönyvjelzőzve, hogy az összes problémádat először ott keresd, akkor még nem vagy Arch érett, és véletlenül sem kéne telepíteni egy Archot, ott a leírásban sok minden megvan. Amíg ez nem alapkészség, hogy ott keresel, azonnal ott keresel, vagy előre azt elolvasod, odáig csak kilódás lesz az Arch rendszer. Bár nagyon-nagyon sok mindent elmondtam az elmúlt majdnem egy órában, hogy kinek nem való az Arch. Egyetlen egy dolgot szeretnék hozzátenni. Minden megtanulható. Ami nagy részt elmondtam, hogy bizony ennek, annak így meg úgy nem való az Arch, azokon át tudsz lendülni, ha megtanulod. Ezek az ismeretek nem valami okult, rejtett ismeretek, amit csak a beavatottak tudnak. Ezek mind elsajátítható, akár az, hogy nem kérdezünk, keresünk, akár az, hogy a terminált használjuk. Meg lehet tanulni. Munka, tanulás és idő. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!